A bátaszéki Heimat német nemzetiségi tánccsoportnál már régóta hagyomány, hogy évente több alkalommal kétnapos intenzív próbát szerveznek. A táncokat, a motivumokat próbáljuk helyre rakni. Ugye a vírus véget nagyon sok volt a hiányzás, a betegség. Nagyon-nagyon kevés olyan próbám volt, ahol teljes létszámmal föl tudtunk állni. Sajnos azért a mai napra is összejött, hogy nem vagyunk itt mint. De hát az élet nem áll meg, úgyhogy csináljuk. Lehetőségek vannak. Ez nagyban függ attól, hogy mennyire fogunk tudni próbálni, hogy mennyire tudják a gyerekek bevállalni azt, hogy jöjjenek próbára, és ne csak szóba, hogy jövök, Gabi néni, és közben mégsem, mert hát ugye természetesen azért nem vagyunk egy nagy létszámú csoport, ugye most jelenleg az ifjúsági csoportnak van ez az intenzív próbája, és a nagyoktól vannak még itt táncos lányok. A tánccsoport 1977. október 17-én alakult meg Glöckner János kezdeményezésére. A repertoárjukba tartoznak a bátaszéki és környékbeli táncokon kívül még osztrák és más német eredetű táncok is. Volt egy beválogatás, ahol azért ütemérzék, ritmusgyakorlat. Hát János bácsi fölmérte azt, hogy egyáltalán azok a gyerekek, akik jöttek jelentkezni, hogy van-e érzékük ahhoz, hogy hallják a zenét, az ütemet, és akkor így indult valójában. Hát most, ha szerény vagyok, akkor azt kell mondanom, hogy 45 éve lesz most októberben, hogy megalakult a tánccsoport. Hát jelenleg a felnőttekből már nagyon-nagyon kevesen vagyunk. Ugye most úgy dolgozunk, hogy az ifjúsági csoport közösen, a csoportba, most nem azt mondom, hogy a felnőttek véget, hanem hogy az ifiket fölhozzuk. Ugye, hogy ővelük közös a koprodukció, de volt már úgy, hogy az utánpótlás csoport is ugye beszállt, hogy mindenféle kor csoportú gyermek egy-egy táncba egyszerre volt a színpadon. Szóval ott viszont felemelő volt, amikor ugye a visszajelzések jöttek, hogy hát nagyon ritka dolog, hogy a kicsitől a felnőttig ott vannak a színpadon. Úgyhogy nem vagyunk alapból se sokan, van egy nagyon pici kezdő csoportocska, 6 fővel az utánpótlás. Hát most sajnos ott is eljutottunk odáig, hogy nincs fiú, akkor az ifjúsági csoport ők, és akkor a felnőttek. Hát ilyen 35 fő körül. Mondanám így az összlétszámot. A tánccsoport vezetője azt mondja, az egyesület igyekszik részt venni a helyi közösségi életben, és rendszeresen megmutatni magukat a programokon. Igyekszünk az itthoni felkéréseknek is eleget tenni, de megpróbálunk vidékre is úgy elmenni, hogy tudjuk kihasználni, ha már van pályázati pénzünk, akkor ne legyen az, hogy sokba kerül a tánccsoport. Elekes Fanni 2006-ban csatlakozott a Heimat tánccsoporthoz, vagyis idén már 16. éve erősíti a klubot. Egy idő után már megszokássá vált, de nyilván a vonzerő az abba volt, hogy itt volt a testvérem, most már csak a kisebbik, de szóval, hogy ez ilyen családi program is, illetve nagyon sok, hát nem nagyon sok, de azért barátok hívtak eleve ide, akik már nincsenek itt, de ugye itt meg új barátságok szövődtek, és tulajdonképpen azok tartottak itt, nyilván a tánc és a mozgás szeretete mellett. Szerintem ilyen örök mozgó típus vagyok, és valahogy kell egy ilyen péntek esti levezető program, ha már sajnos a városban más lehetőség erre nincs, vagy javítsanak ki, ha igen, de én nem tudok ilyenekről, és az, hogy itt egy közösségben vagyok,
Ugye gyerekként kezdtem idejönni, szóval a szüleim is tudták, hogy jó helyen vagyok, így ezáltal az évek alatt így az életem része lett, és fontossá vált, és szerves része a gondolkodásomnak, a programjaim szervezésének, szóval mindent ehhez igazítok, igyekszek ehhez igazítani. Ugye mi ezt örökül kaptuk, vagy hát megörököltük, vagy nem tudom, ugye valamikor alapító tagja voltam az Annó tánccsoport, amikor megalakult 77-ben. A János bácsinak a munkásságát, a gyűjtéseit, a koreográfiákat, a bátaszéki dalokat, amiket gyűjtött. Ugye ezeket annó mi megtanultuk, most természetesen ugye én sem 45 éve táncolok, mert nem. Mindenki életében azért jön a család, meg a másrabb elfoglaltságok, de a János bácsi, amit örökül hagyott ránk, én úgy gondolom, hogy azt azért megpróbáljuk tovább vinni, mert én azt vallom, hogy ezeket a dolgokat meg kell élni, csak azáltal tudjuk tovább vinni és továbbadni, ha van rá érdeklődő természetesen.